a globális éghajlatváltozás hatásai sürgetővé teszik, hogy hatékony vízgazdálkodási tervet készítsen a vízügyi szakma. Az idei nyáron óriási volt a szárazság, ami gondot okozott a mezőgazdaságban, a víztározók pedig üresek voltak. Idén 30%-kal kevesebb csapadék esett, mint az elmúlt években. Ez a Felső-Tisza vidéken hiányt eredményezett mind a felszíni, mind a felszín alatti vizek mennyiségében. Az egyik legnagyobb problémát az jelenti, hogy a csapadékhiány miatt nem alakultak ki árhullámok, belvizes helyzetek, így nem tudták feltölteni a tározókat. A tározók arra szolgálnak, hogy a vizeket visszatartsák, hogy az aszályosabb időszakokban elsődlegesen az öntözés érdekében megfelelő vízmennyiséget tudjon biztosítani a feti vízig. A vízgyűjtő gazdálkodási tervet felülvizsgálják, hogy a nyírség vízháztartásán is javíthassanak. A vízügyi szakma legutóbb egy konferencián ezzel a kérdéssel foglalkozott. A klímaváltozás sürgeti, hogy a hazai viszonyokhoz igazodó vízgazdálkodási stratégiát Magyarország is megalkosson. A vízgyűjtő gazdálkodási tervnek tartalmaznia kell azokat az intézkedéseket, amelyekkel a vízállapotok javíthatók. Bodnár Gáspár igazgatóra vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Még mindig napirenden van tulajdonképpen a szárazság, a csapadék hiányos időjárás, bár az elmúlt napokban már néhol esett csapadék, vagy hullott csapadék, de ez még mindig nem az a mennyiség, hogy utolérjük magunkat. Milyen károkat okozott az idei nagyon száraz időjárás? Azt tudjuk, hogy az agráriumban milyen károk keletkeztek. Hát nagyon súlyos károk keletkeztek, elég végigmenni a közutakon. Itt a mi vidékünkön érdekes módon még délvidéken, Dél-Magyarországon a belvizekkel küzdöttek még a nyár elején is. Nálunk már júniusban is nagyon komoly csapadékhiány halmozódott fel. Azt lehet elmondani, hogy augusztus végéig több mint 150 mm hiányzik. Ha ehhez hozzáveszük, hogy a párolgás viszont többletet mutat, tehát a hőségnapok miatt nagyon komoly volt a párolgási veszteség is, akkor több mint 200 mm hiányzik csak augusztus végéig. Ez nem jelenti azt, hogy évvégéig ez nem fog kiegyenlítődni, és megállapítjuk, hogy ez egy átlagos év volt, holott az eloszlásra rendkívül egyenlőtlen volt, és elsősorban a mezőgazdaság károsodott, de az élővilággal is súlyos problémák vannak, hiszen nagyon sok helyen holtmedre kiszáradtak, belvízcsatornák kiszáradtak, tározóink, 5 tározónk teljesen üres, ezek közül például legnagyobb a Veresmarty tározó, ami azt jelenti, hogy hiányzik 10 millió köbméter víz a tározóból, és most azzal küzdünk, hogy a növényzetet hogyan tudjuk a tározó térből eltávolítani, hogyha jön a víz, akkor hogyan tudjuk feltölteni. És hát a felszín alatti vizekben is óriási hiány keletkezett. Ugye a szakemberek és kutatók is foglalkoznak ezzel a kérdéssel, hogy miért ilyen, vagy miért lehet ilyen egyenletlen a csapadék elosztása, és hogy egyre melegebb az időjárás. A vízgazdálkodás terén ez nagy kihívást jelent. Egyrészt folyamatosan folytatják ezeket a kutatómunkákat, és összehangolják, vagy próbálják összehangolni azokkal a korszerű vízgazdálkodási stratégiákkal, tervekkel, amelyek most vannak alakulóban. Hogyan teszik meg ezt? Igen, hát arra kell készülnünk, hogy a szélsőségek fognak jelent. A szélsőségek növekednek. Nagyon jó példa az idei nyár is, hiszen ahogy említettem a csapadékhiányt, ugyanakkor egy esőzés hatására a Krasznán román területen rendkívüli árvíz alakult ki június elején. Ez azt jelenti, hogy olyan árhullám indult el a felső területekről, hogy ott a töltések korona szintjét több 10 kilométerre meghaladta az árvíz szintje. És ugye van egy tározó Nagymajtény térségében, Romániában, ezt a román kollégák üzembe helyezték, és ennek köszönhetjük, hogy Magyarországon nem alakult ki súlyos árvízvédelmi helyzet, hanem éppen, hogy ezt az árhullámot a megépült Szamos-Haszna közé tározó műtárgyán keresztül be tudtuk engedni a rendszerbe. Tehát készülnünk kell a hiányra is, és készülnünk kell a többletre is. Mind a kettő bármikor elérhet bennünket, és ez a legnagyobb feladat, hiszen vizet fakasztani nem tudunk, tehát a vizeket itt kell tartani, ez az elsődleges feladat. Vízpótló rendszereket kell kiépíteni, ez azt jelenti, hogy a folyókból vizet kell szivattyúzni a területre, és azt megfelelő módon szétosztani. Ez egy nagyon komoly feladat lesz, hiszen a jelenlegi rendszereink csak kevésbé alkalmasak erre, és jön a másik véglet, az árvíz elleni védelme,
védekezés, a belvíz elleni védekezés, itt pedig az árvízi tározók nyújtanak segítséget, illetve a töltések fejlesztése segíthet bennünket. Ezeket a korszerű vízgazdálkodási terveket már beépítették egy most induló programba, illetve hát tulajdonképpen ez folytatódó program, mert a norvég alap lehetővé teszi, hogy az öregtúra rehabilitációja elkezdődjön, vagy folytatódjon. Több eleme van ennek a programnak természetesen, de hogyha a vízgazdálkodásra szorítkozunk, akkor mit vagy melyeket fogják alkalmazni ezek közül ebben a programban? Hát a legfontosabb az, hogy a vizet a helyszínen tartsuk. Próbálunk olyan vízmozgást előidézni, hogy a vízfrissítés is biztosítva legyen. Az idén azt tapasztalom, hogy a túron sem jött elég vízmennyiség, tehát a túrbukó nem tudott működni a tiszai torkolatnál, és az öreg túrba is nagyon kevés vizet tudtunk juttatni. Éppen ezért kell ilyen vízvisszatartó műveket, vízszétosztó műveket építeni a rendszerbe, hogy vízhiányos időszakban is itt legyen a területen a víz, hiszen a medrekben, a folyókban, a vízelvezető rendszerekben, ha alacsony a vízszint, ez nagyon komoly hatása van a környező talajvízszintekre is. Jelen pillanatban a működési területünkön több mint másfél méterrel alacsonyabbak a vízszintek, a talajvízszintek az ilyenkor szokásosnál. Tehát a medrekben a víz visszatartása hasznos a felszín alatti vizekre is. Egy nagyon picit még az öreg túra rehabilitációjáról mondjuk el azt, hogy hogyan folytatódik a program. Ez egy komoly környezetvédelmi komplex program. Igen, hát duzzasztókat építünk, újabb műtárgyakat újítunk föl, zsilipeket építünk, és partrendezésre is sor kerül nyilvánvalóan, úgy, hogy ezeket a nagyon szép természeti értékeket meg tudjuk őrizni, hiszen az öreg túr víz nélkül nagyon csúnya látványt nyújt, és a legfontosabb az, hogy vizet biztosítani az öreg túr medrébe, vizet biztosítani a holtmedrébe, hiszen az öreg túr tudjuk jó, hogy nagyon sok holtmederrel is rendelkezik, és akkor beszélünk vizes élőhelyekről, ha ez a vízbiztosítás, ez folyamatos, és az év minden időszakában meg tudjuk oldani. A korszerű vízgazdálkodásban is szerepet játszik, de elsődleges célja az árvíz elleni védelem. A tározókról beszélek. Egy tározója már van Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének a Tisza felső részén, az a Szamos-Kraszna közi tározó, hamarosan a beregi tározó is megépül, mondhatom ezt, hiszen október végére a projekt befejeződik. Igen, egy nagyon komoly tározórendszer épül. Itt nem csak egy árvízi tározóról van szó, hanem egy komplex vízgazdálkodási rendszer épül ki. Ez azt jelenti, hogy képesek leszünk a vizek továbbítására, a víz kormányzása és a víz visszatartására is. Azon túl, hogy egy 60 millió köbméteres árvízi tározó épül meg, 63 műtárgy fog rendelkezésünkre állni, hogy a vizek kormányzását, víz visszatartását el tudjuk majd a jövőben végezni. És ez egy példaértékű beruházás véleményünk szerint, hiszen ezzel pontosan azt a két célt, a vizek többletét és a vizek hiányát tudjuk kezelni, ami a klímaváltozás miatt előállhat a térségünkben. A paramétereit tekintve a két tározó közül melyik a nagyobb, melyik a nagyobb kapacitású? A Szamos-Kraszna közi tározó nagyobb, 126 millió köbméter, és a beregi 60 millió köbméter befogadó képességű, és hát itt az a lényeg, hogy nagyon gyorsan ki kell vezetni a vizet, hiszen a tiszai árhullámok nagyon gyorsan kialakulnak, néhány nap van, egy-két nap van arra, hogy ezeket a tározókat üzembe helyezzük. Az előbbi már gyakorlatoztak is, hogyan sikerült ez a gyakorlat? Nagyon jól sikerült a gyakorlat, mert a számításainkat minden igazolta, kis mintakísérletek, a számítógépes programok is, tehát a rendszer jól működik. Például arra is számításokat végeztünk, hogyha nem tudunk minden táblát kinyitni teljesen, akkor mi történik. Ha nem, akkor nyitjuk ki, amikor optimális a nyitásnak az időpontja, akkor milyen hatás van. Tehát bebizonyosodott az, hogy az előrejelzésnek nagy szerepe van, a külföldi információknak és annak a megfelelő feldolgozásának óriási szerepe van. A Feti vízik fejlesztései között szerepel négy szakaszmérnökség energetikai beruházása is. Egy sikeres energetikai pályázaton napelemeket fognak felszerelni ezekre a szakaszmérnökségek,
területekre, melyekre pontosan, és mit nyernek ezzel a pályázattal? Mind a négy területi egységünknél napelem, összesen körülbelül 800 darab napelem felszerelésére fog sor kerülni. Ez egy 120 millió forintos beruházás keretében fog megvalósulni. Vásárosnamény, Kisvárda, Mátészalk és Nyíregyházán a szakaszmérnökségen. Ez azt jelenti, hogy ezeknél az egységeknél a áram felhasználásnak 98%-át ebből a rendszerből fogjuk biztosítani, és abban bízunk, hogy a villanyszámlánk az lényegesen kisebb összeget fog tartalmazni. Gazdaságosabb lesz a működés. Köszönjük szépen, igazgató úr! Köszönöm szépen!